A Mi Hazánk mozgalom képviselői nemmel szavaztak, amikor arról kellett dönteni, hogy Orbán Viktor lesz-e újra Magyarország miniszterelnöke. Ennek az az egyszerű oka, hogy az elmúlt 12 esztendőben elsősorban látszat intézkedéseket láttunk a kormánytól. Mi annak tartjuk például az árstoppot is, amely időlegesen akár néhány hétre vagy néhány hónapra megoldás jelenthet a magyaroknak, de hosszú távon nem jelent más, mint amikor egy pohár vizet elviszünk és beöntjük a tengerbe. Tehát hosszú távú befektetéseket várnánk a kormánytól, és örülünk annak, hogy most Orbán Viktor is az előbbi beszédében külön kitért az élelmiszerválságra és arra, hogy az élelmiszeripart támogatni kellene, akár állami beavatkozás sem tartott elképzelhetetlennek a mostani beszédében. És a Mi Hazánk mozgalom az alapítása óta erről beszél, ez már benne volt a Víradat programunkban is, és nagyon jó lett volna, hogy az elmúlt 12 esztendő is inkább arról szólt volna, hogy a kormány akár állami beavatkozással élelmiszeripart teremt, és megpróbálja a magyar nemzetgazdaságot visszaépíteni, és nem csak politika közeli nábobok gazdagodnak, hanem úgy általában Magyarország és a magyar nemzetgazdaság izmosodott volna az elmúlt 12 esztendőben, illetve ugyanilyen ügy, akár a migráció ügye, de személy szerint látom a szerbiai-magyar határszakaszon, hogy hogyan működik jelenleg a déli határvédelem. Úgy működik, hogy akit ott a határtérségben nálunk elfognak, azt vissza kell kísérni szépen udvariasan a kerítés szerbiai oldalára, és néhány óra múlva újra találkozunk velük. Ennek megint semmi értelme, megint ugyanazzal a hasonlattal tudok élni, amit az előbb mondtam, amikor egyszerűen vizet viszünk a tengerbe. Ez egy végtelen folyamat, arra jó, hogy valamilyen kommunikációs eszközként használjuk, arra viszont nem, hogy a migrációt megállítsuk. Említettem Boris Johnson példáját, hiszen hogyha a brit kormány megmeri azt tenni, hogy Ruandába deportálja az illegális bevándorlókat, határsértőket, akkor azt gondolom, hogy Magyarországnak sem kell finomkodni, és nem kell eljátszani azt, amit a déli határon látunk, és nem a kerítés másik oldalára kéne őket kísérni, hanem jóval messzebbre, akár Ruandába. Nagyon-nagyon sok ilyen példát fel tudunk sorolni. Én most megkímélem önöket ettől a hosszú felsorolástól, de mi látszatintézkedéseket nem tudunk támogatni, viszont továbbra is hangsúlyozzuk, hogy minden olyan törvényjavaslatot a kormánytól, vagy akár a baloldali ellenzéktől érkezzen, támogatni fogunk, amely törvényjavaslatok a magyarságnak, illetve Magyarországnak az érdeke. De valódi határozott intézkedéseket várunk mindazokkal az ügyekkel szemben is, vagy kapcsolatban is, amiket egyébként a miniszterelnök most a beszédében felvázolt. Tehát ezekben az ügyekben számíthat ránk a kormány, hogy támogatjuk az előterjesztéseket, törvényjavaslatokat, látszatintézkedéseket azonban nem fogunk támogatni. Erről szólt egyéb iránt a nem szavazatunk.